Na és akkor a mai adásban beszéljünk arról, hogy megszívtam a villanyautóval. Ezt nem én mondom, hanem rólam mondták konkrétan, András mondta, hallgassátok csak meg. Hogyha valaki úgy vett autót, mint például Magyarósi Csaba megvette a Citigo-t, és nem tudja a városban otthon tölteni, ő megszívta. Az ügy hátterében az van, hogy hát drasztikus villanyár emelés történt az elmúlt időszakban, és ez begyűrűzött az elektromos autó töltő hálózatra is, ami hát azt eredményezte, hogy az eddig megszokott árhoz képest ilyen 2-3-4-szeres árakkal szembesülünk. És ez nyilván egy nagyon-nagyon kellemetlen fejlemény, ami hatással van arra, hogy mennyire éri meg egy elektromos autóval közlekedni, de azért a mennyire éri meg a megszívta között lehetnek árnyalatok, és most ezeket az árnyalatokat próbáljuk felrajzolni. Konkrétan arra a kérdésre keressük a választ, hogy én megszívtam-e, de ez nyilvánvalóan érdektelen, ennél nagyobb általánosságokat próbálunk felrajzolni. Viszont ahhoz, hogy megértsük, hogy a probléma az valójában milyen természetű és mekkora, először is meg kéne néznünk, hogy az emberek általában miért döntenek egy elektromos autó vásárlása mellett, aztán a végén meg kell néznünk, hogy ezen feltételekből mennyi adott még ma is, és aztán összevetjük a kettőt, és abból kiderül, hogy megszívtam-e vagy sem. Hogy megszívtuk-e vagy sem. Szóval akkor nézzük meg az okokat, amik miatt valaki elektromos autó vásárlása mellett dönthet. Én alapvetően a magam esetében hetet számoltam össze, és ezeket fogjuk megnézni. Fontossági sorrendben. A pontos említhetés érdekében felrajzolunk ide egy kört, amit aztán felosztunk 7 cikkelyre. Nézzük az elsőt. Az ingyenes parkolás. A parkolás Budapesten még mindig ingyenes, és ugyan van néhány olyan vidéki magyar nagyváros, ahol megszüntették ezt az opciót, de volt néhány olyan, ahol eleve nem is volt soha ingyenes. Az elektromos autó parkolása például Győrben. Ami nem jó fejség. Viszont Budapesten van az elektromos autóknak körülbelül az 50-60%-a Magyarországon, és azok, akik itt laknak, azok továbbra is ingyenesen parkolhatnak, köszönhetően a jó fej önkormányzatoknak. Egyébként ezt kéne egyelőre még mindenhol csinálni, mert hogy azért az elektromos autóval jelentősen csökken az a környezeti terhelés, amit az autók jelentenek a városokra nézve, de hát elkezdtek más szelek fújni. Budapesten minden esetre megmaradt az ingyenes parkolás. Jöhet a második fontos szempont, mégpedig az, hogy egy elektromos autóval a közlekedés a sokkal csendesebb, sokkal nyugisabb és nyomaték gazdagabb. Továbbra is igaz az, hogy amikor egy elektromos autóval egy helyben állsz, vagy alig mész, akkor igazából egyáltalán nincsen semmilyen hangja, és amikor gázt adsz neki városi környezetben, akkor is tökéletes némaságban tudsz siklani. És azért tegyük hozzá, hogy a modern benzines vagy dízel autók azok már nagyon-nagyon csöndesek tudnak lenni mondjuk autópálya üzemmódban, hiszen ott már sokkal inkább a szélzaj az, ami dominál, és az egy elektromos autóban is megvan, viszont városban egyértelműen hatalmas a különbség, és úgy tudunk kisimult idegekkel ülni az autóban, hogy ha viszont odalépünk a gázra, akkor tudja, hogy mi vagyunk az elsők a következő piros lámpánál, ahova talán felesleges annyira sietni, hiszen úgyis ott fogunk átcsalogni, de minden esetre jó érzés az, hogy ezt megtehetjük még hozzá némán. A harmadik fontos szempont talán az lehetne, hogy az üzemanyagunk az mindenféleképpen független az olajimporttól. Talán még mindenki emlékszik arra, hogy mi volt itt decemberben, vagy mikor, szóval nem is olyan régen, hanem ilyen másfél hónappal ezelőtt, amikor is hát Magyarország elkezdett kifogyni az üzemanyagból, és elképesztő sorok alakultak ki a kutakon, és egy csomó ember egész egyszerűen nem tudta megtankolni az autóját, mert hogy hát a magyar piac azért az nagyon erősen egy beszerzési forrásra támaszkodik, ami hát meglehetősen problémás beszerzési forrássá vált az elmúlt időszakban, és ennek egyik tök jó jelképe az, hogy nem is olyan régen itt még egy benzinkút volt, ugye pont az üzemanyag problémás, ellátási problémás videóban csodálkoztam rá arra, hogy hova tűnt innen egy mókút. Most nem azt mondom, hogy az összes mókút el fog innen tűnni, mert hogy itt valószínűleg az ingatlan beruházással függ össze az, hogy már park van itt, és nem dízel. De minden esetre tény az, hogy az üzemanyag ellátás az nagyon erősen import függő, míg hát elektromos áramot elő tudunk állítani mondjuk napelemmel is a saját házunk tetején, és hogyha ez egy üzemű rendszer, akkumulátorral meg egyebekkel, akkor onnan még akkor is lesz áramunk, amikor beüt a zombi apokalipszis, és az összes erőmű leáll, nem beszélve a kőolaj importról, ami állítólag zombi apokalipszis idején még kevésbé működőképes. Szóval, hogy amikor a benzines autókkal az emberek már ilyen apokaliptikus képeket rajzolnak fel, amiket a filmekben szoktunk látni, ahogy az elhagyott járművek ott vannak az autópályák mentén, akkor az elektromosok még mindig hasítani fognak, és az elektromos autó tulajdonosok fogják megszerezni az utolsó élelmiszer tartalékokat útmenti benzinkutakról, csak aztán őket is megeszik a zombik. Most pedig elérkeztünk az igazán fontos szempontokhoz, méghozzá a negyedikhez, ami
Hát tulajdonképpen az, hogy a karbantartásunk az sokkal-sokkal olcsóbb lesz, mint eddig. Nincs önindító, turbó, kettős tömegű lendkerék, nincsen váltómű, nincsen kipufogó, nincsen kardántengely, nincsen olajcsere, nem kopik a féktárcsa, tulajdonképpen az autó élete végéig valószínűleg bírni fogja, hiszen a fékezés az nagyrészt azzal történik, hogy visszatápláljuk az energiát az akkumulátorba, ami így aztán hasznosul is, és hát... 2,5 év alatt most először fordul elő ebben a pillanatban, hogy bármilyen okból alkatrészt kell cserélnem ebben az autóban, és hát micsoda egy fantasztikus, micsoda egy leleményes átkötés egy szponzorblokkra, figyeljetek! Mert amit cserélnem kell, az az ablaktörlő! Igen, ugyanis időnként rettenetesen fura hangokat ad ki magából. És ha már ablaktörlő, mi más lehetne az új, mint a Bosch? Ami szélsőséges időjárási körülmények között is megállja a helyét. Sok évnyi fejlesztési tapasztalat eredménye a tökéletes illeszkedés és a remek ablaktörlési teljesítmény. Szinte az összes autótípushoz van megfelelő ablaktörlő. És most itt az Aerotwin PPP, ami egy szabadalmaztatott bevonat. Halk, a gumi ellenállóbb az UV-nak, az üvegen található szennyeződésnek és a kopásnak, szóval jóval tovább bírja. A csomagoláson QR kód található, ami elvisz egy videóra, ami bemutatja a helyes felhelyezést. Így mi? Az ablak tök száraz és az ablaktörlő konkrétan néma. Van magyar nyelvű ablaktörlő választó a megfelelő típushoz, link a videó alatt, az eredmény pedig egy csendesebb, hosszabban tartó ablaktörlő és tisztább kilátás az ablakon. Na és most vissza a témánkhoz. Ötödik fontos szempont, ami nálam az ötödik, a négyes után következik és a hatos szádra nevet. Igazából ezt nem innen kell nézni, hanem visszafelé, szóval nálam a harmadik legfontosabb szempont volt csak az, hogy az üzemanyag olcsó és így hosszú távon megtérülhet az a plusz befektetés, amit az elektromos autó vásárlásakor kell eszközölni. Szóval itt már tényleg van gond, mert hogy eddig nagyjából azt adta ki a matek, hogyha valaki egyszerűen az otthoni hálózatról töltötte az autóját, akkor kb. Olyan üzemanyag költségekkel számolhatott, mint hogyha 1 liter benzinből tett volna meg 100 kilométert, ha pedig valaki az utcai töltőt használta, akkor ez az 1 liter olyan 2,5 literre módosult. Viszont ez a matek, ez ment a kukába. És ennek a kérdésnek a szemléltetéséhez ezt a töltőállomást fogjuk bemutatni, ahol mindig ez a Mitsubishi plug-in hibrid áll, valószínűleg 50%-ban ez az ő személyes töltője. Azt nem tudom, hogy tényleg egész nap lehet-e tölteni egy plug-in hibridet, amiben nagyon-nagyon kicsi akkumulátor van, de hogy ez minden nap itt áll, és hogy ez minden nap foglalja az egyik töltőt, az hód biztos. Ebből is látszik, hogy mennyire megéri még mindig villanyautóval közlekedni, hogy még egy plug-in hibridet is töltögetnek itt folyamatosan, pedig azt lehetne benzinnel is hajtani. Mondjuk a megoldás az lehet, hogy én nem látom semmi jelét annak, hogy ez az autó ez valójában töltene, inkább csak foglalja a töltőhelyet, ami egy hibrid autóként különösen nem olyan jó felség a meglévő kevés elektromos autó töltőfeje egyikét foglalni, de hát mindegy, szóval a gazda az így döntött. Vagy én nem értem a jeleket, de itt semmi jel nem utal arra, meg a műszerfalon se, hogy ezt töltene. Na mondom a matekot. Szóval az autó töltése eddig otthonról ilyen 38 forint per kilowattórás áron volt megoldható, az otthoni villanyára az felment 70 forintra kilowattóránként, de ezzel az összeggel egyáltalán ne is számoljunk, mert hogy az elhangzottak szerint én nem tudom otthon tölteni a járművet, és ezért szívtam meg. Ez egyébként nem teljesen igaz, mert az év kétharmadában a nyaralóban töltöm, ahol napelem is van, és ott aztán tényleg ilyen filléres áron tudom ezt megtenni. De koncentráljunk a maradék egyharmadra, amikor tényleg elsősorban az utcai töltőkre támaszkodok, és hát ezeknek az ára az eszeveszett módon elszállt. Szóval eddig ilyen 100-120-140 forintért lehetett 1 kWh-t beletölteni az autóba, ez most felment ilyen 240-283-400 forintra is. Az sok! Viszont elvégeztem egy egyszerű kalkulációt, mégpedig azt, hogy hát belvárosban egy benzines vagy dízel meghajtású járművel kb. Olyan 6 liter üzemanyaggal lehet eljárni, és hát ezt az autót ezt elsősorban városban használom. És hát egy ilyen 6 literes fogyasztással, meg 650 forintos benzinnel és 700 forintos dízellel számolva, meg azt figyelembe véve, hogy télen olyan 15 kWh-t fogyaszt az autóm 100 kilométerenként, mennyi számot meg tudok jegyezni ilyen friss aggyal. Szóval az jön ki, hogy körülbelül olyan 260-280 forintos kilowattóránkénti összegig versenyképes vagyok egy dízellel vagy egy benzinessel.
egyszerűsítve. Jelenleg a durva töltési árak mellett kb. Ugyanannyiból tankolom meg ezt az autót, mint hogyha egy dízelre vagy egy benzinessel járnék, szóval, hogy azért ez már messze van attól, mint hogy mennyire megéri, meg hogy kb. Ilyen 1,5-2 literes üzemanyag árakon tudok közlekedni, de minden esetre jelenleg, amikor valószínűleg a legrosszabbul adja ki a matek az elektromos autónak a fenntartási költségeit, most sem kerül többe egy ilyen kis autóval városban közlekedni, mint egy benzinessel vagy egy dízellel. És ez a tél, amikor nagyon-nagyon megugrik egy elektromos autónak a fogyasztása, hogyha a nyarat vesszük figyelembe, na ott már inkább ilyen 10-11 literes, hello! Közben felszabadult egy hely, úgyhogy nem csak elméleti szinten tudok beszélni tovább a töltési költségekről, hanem gyakorlati szinten is el tudom mondani, hogy mi most a helyzet. Szóval ezen a töltőn az alkalmazás szerint ilyen 280 forintért tudunk 1 kWh-t beletölteni az autóba, ami azért tényleg ilyen két és félszeres drágulás jelent, ami nagy. Viszont ez az autó, ez nyáron olyan 10-11 kWh-t fogy a 100 km-enként városban, ami pedig azt jelenti, hogy ilyen... Hát, mit is jelent? Igen, tudom, azt jelenti, hogy kb. Ilyen 350-380 forintos kilowatt-óránkénti árig vagyok versenyképes egy benzines vagy egy dízel meghajtású autóval, ami megint elég király. Hiszen az még ennél az emelt árnál is ilyen 30-40%-kal magasabb lenne. Reméljük, hogy nem jutunk el sose odáig, meg most is vannak ilyen brutálisan drága kutak Magyarországon, viszont azért bőven lehet találni ilyen 280 forintosat, meg ennél még akár olcsóbbat is, ha egy kicsit ügyesek vagyunk. Nem, mint ha nagyon kéne tölteni. 80%-ig vagyunk, de hát csak a szemléltetés kedvéért. Töltés indítása, és ott szerepel is, hogy 285 forint 1 kWh. A töltés elindult, és 1 óra 45 perc múlva tele is lenne a tank. És onnantól kezdve kb. Annyiért fogok közlekedni, mint hogyha egy benzines vagy egy dízelautó lenne. Hát azért ez nem az igazi, szóval, hogy tényleg nem erre számított senki sem, de engedjük meg magunknak a feltételezést, hogy ez nem fog örökké tartani, meg azért jegyezzük meg, hogy így sem lett drágább, meg azt is jegyezzük meg, hogy nem feltétlenül az üzemanyag ár volt az egyetlen és kizárólagos szempont, amikor valaki elektromos autót vásárolt. Az én esetemben például biztosan nem. Még két nagyon-nagyon fontos szempont, ami eldöntheti, hogy aki elektromos autót vásárolt, és nem tudja otthon tölteni, és most kénytelen a nagy árakkal szembesülni, az mennyire szívta meg, és ezek nálam hasonlóan fontos szempontok. Ez volt a két elsőleges szempont, ami miatt az elektromos autó vásárlása mellett döntöttem. Az első az, hogy nincs helyi légszennyezés. Ugye Arnold Schwarzenegger visszatérő érve az az elektromos autózás ellenzőinek az, hogy ha szerintük nincsen különbség egy elektromos autó meg egy dízelautó között, akkor itt egy kihívás. Mindketten álljanak be egy garázsba, ő egy olyan garázsba áll be, hogy egy elektromos autóval járó motorral, a másik oldal pedig álljon be egy olyan garázsba, ahol egy dízelautó áll járó motorral, és aztán beszéljék meg 20 perccel később, hogy kinek van igaza. Nyilvánvalóan azért egy elektromos autó fenntarthatóságát nem csak azt szerint kell vizsgálni, hogy mennyire pufog ki a hátulja, mert hogy ebből is kipufog valami, csak nem itt, hanem a városokon kívül, és mindjárt arról is fogunk beszélni, de minden esetre ezt szagolni városban még mindig ezerszer jobb, mint mondjuk azt szagolni. Bármennyire is euró, mit tudom én hányas. És az utolsó, vagyis számomra inkább a legelső, és éppen ezért legfontosabb szempont a vásárláskor az volt, hogy ez nem is ez a torkel. Az, hogy az elektromos autó használata sokkal kevésbé terheli a környezetet, nem csak városon belül, hanem városon kívül is. Szóval a környezetvédelem az elektromos autónál egy izgalmas kérdés volt mondjuk 2019-ig, ameddig sokan azt hitték, hogy az akkumulátor legyártása az egy behozhatatlan ökológiai lábnyom hátránnyal jár, de azóta már annyi cikk, annyi videó és annyi anyag megjelent ezzel kapcsolatban, hogy teljesen értelmetlen felújítani azt a vitát, hogy valójában egy elektromos autó a szennyezőbb, mint egy benzines, mert egyrészt igen, amikor legyártják az autót, akkor szennyezőbb, viszont ezt a különbséget olyan 20-30 ezer kilométer alatt le is dolgozza, és onnantól kezdve meg folyamatosan nyerésben van a benzines autóhoz képest, méghozzá egyre nagyobb nyerésben, de ezt tényleg ne tárgyaljuk ki, mert ezerszer kitárgyaltuk, és vannak nagyon jó cikkek a témában, azokat belinkelem a videó alá, azokat érdemes kattintani, és azokból kiderül, hogy az aksi bár valóban egy kicsit nagyobb terhelés, de ezt az elektromos autó gyorsan kinövi. Mert jelenleg 1 kWh-nyi elektromos áram előállít
autógyártása Magyarországon 245 g széndioxid kibocsátással jár, ezzel nemzetközi viszonylatban olyan átlagos. Szóval Németország jelenleg sokkal-sokkal rosszabban áll, ott ilyen 500 g-ról beszélünk kilowattóránként, Svédország meg sokkal jobban, ott meg mondjuk 22-ről, de Franciaország is a sok atomerőművel meg van ilyen 70-80. Szóval ez egy ilyen középérték. Ebből már kiszámítható, hogy ez az autó ez 10-15 kWh teszik meg 100 km-enként, ami azt jelenti, hogy erre a távra, hát évszaktól függően olyan 2,5-3 kg-nyi széndioxidot pöfögünk ki. Közvetve ugye legalább nem a városban, hanem távoli erőművekben. Na most ehhez képest egy alacsony fogyasztású modern benzines olyan 100-120 g széndioxidot bocsájt ki kilométerenként, ami azt jelenti, hogy 100 km-en ilyen 10-12 kilót. Szemben azzal a 2,5-3-mal, amit közvetve ez az autó bocsát ki, és így már meg is érthetjük, hogy miért dolgozza le hátrányát, ökológiai lábnyom hátrányát egy elektromos autó, hát azért, mert harmad, negyed annyi széndioxidot pöfögünk ki ezzel, méghozzá távol, mint egy benzinessel a városban. Viszont ezt az autót az év jelentős részében nem a városban töltöm erről a hálózatról, hanem a nyaralóban méghozzá napelemről, és hát úgy viszont ez a 12 kilós, 3 kiló széndioxid kibocsátás ilyen 30 dekásra esik vissza. Tehát 30 deka szemben a benzines autó valami, ha megfeszül, akkor sem tud ennél kevesebbet kibocsájtani. Egy elektromos autónak meg a környezet terhelése az pont attól függ, hogy éppen miről töltöd, és ha napelemről, akkor ez a terhelés ez nagyon-nagyon kicsi, és így már érthetővé válik, hogy miért képes elképesztően gyorsan kinőni a kezdeti hátrányát egy ilyen jármű. És akkor arról még nem is beszéltünk, ugye, hogy az év egyik felében, amikor napelemről töltöm ezt az autót, akkor nem csak az van, hogy nem terhelem annyira a környezetet, hanem az, hogy majdnem ingyen tudom megtölteni az autót. Nyilván van a napelemnek is egy ilyen számított költsége egy feltöltésre, de miután az 20-25 évig üzemel, elhanyagolhatóan kicsi költségről beszélhetünk, és így aztán az jön ki, hogy mondjuk egész évre vetítve, ameddig nem kell az év felében 5-6-700 forintért töltenem egy kilowattórát az elektromos autóba, addig én személy szerint nyerésben vagyok. Az pedig, aki kizárólag az utakról tud tölteni, az meg olyan 280-300 forintos kilowattóránkénti árig. Az is igaz, hogyha valaki elektromos autót használ, és folyamatosan hatalmas távolságokat tesz meg vele autópályán, akkor neki már nem 10-15 kilowattóra a fogyasztás, hanem 20-25, és akkor már egészen mást ad ki a matek, viszont aki ilyen sokat utazik ilyen nagy távolságra, az tud venni egy Ionity bérletet, vagy tud venni egy Teslát, vagy egy csomó megoldása lehet arra, hogy érdemben csökkentse a költségeit, és akkor már régen nem 280 forintról beszélünk kilowattóránként, hanem mit tudom én 140-ről, vagy a Tesla esetében most átmenetileg hosszú átmenet ez, de itthon ingyenes töltésről. Szóval, hogy mindenre van jó megoldásnak. És akkor most összegezzünk és nézzük meg, hogy mennyire szívtam meg az elektromos autó vásárlásával. Parkolni még mindig ingyen lehet az autóval, nem az összes magyarországi városban, de abban, amelyikben én parkolok vele, abban még mindig ingyenes a parkolás. Az autó továbbra is finomabban, csendesebben és nyomatékosabban jár, szóval nyugisabb vele a közlekedés a városban. Az üzemanyagunk az független az olajimporttól, és ez az utóbbi időszakban erősen felértékelődött, ráadásul, hogyha ügyesen matekozunk a háztartásunknál, és van napelemünk, meg otthoni akkumulátorunk, akkor az egész világtól független tud lenni az üzemanyagunk. Még ha eljön az apokalipszis, akkor is fogunk tudni közlekedni. A karbantartás továbbra is olcsóbb az autóra, érdemben nem nagyon kell költeni. Az üzemanyag az nem olcsóbb. Az most adott esetben, hogyha nagyon-nagyon rosszul tankolunk, akkor még lehet drágább is, mint hogyha benzinessel közlekednénk, de mondjuk az, hogy aki nem tud otthon vagy napelemről tölteni, vagy valami ingyenes helyről, az most kb. Annyiért járhat egy kis odafigyelése, mintha benzines autója lenne, szóval, hogy ezt átmenetileg tényleg elbuktuk. Ugyanakkor a járműnek továbbra sincsen helyi légszennyezése, és elektromos autóval járni hosszú távon igenis sokkal-sokkal fenntarthatóbb és környezetbarátabb, mint bármilyen más mód. Ez nem igaz, hogyha vonattal járnánk, de mondjuk szóval, hogy az egyéni közlekedésben, ami nem gyalogos, mennyi feltételnek kell megfelelni. Szóval, hogyha autózgatunk, akkor annak ez a leginkább környezetbarát módja. Összességében nézve tehát az látszik, hogy valóban a jelenlegi remélhetőleg átmeneti helyzetben valamivel kevésbé éri meg elektromos autóval közlekedni, mint eddig, de azért a megszívástól szerintem még továbbra is elég messze vagyunk, és hát a körülmények meg a feltételek azok jellemzően olyanok, hogy szóval a nagy része, ez például elvehetik tőlünk, meg ez tovább romolhat, de ezt már nem nagyon lehet elvenni, meg ez sem lehet, meg ez sem lehet, meg ez sem lehet. És hogyha nem állunk át teljes egészében széntüzelésű erőművekre, akkor ez sem nagyon lehet. Szóval azt vizsgáltuk meg, hogy...
vajon megszívtam-e az elektromos autó vásárlása miatt, de ez nyilvánvalóan csak egy indok volt arra, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy ilyen vérzivataros időkben milyen elektromos autó tulajdonosnak lenni a létező legrosszabb forgatókönyv esetén, amikor problémás otthon tölteni, vagy mondjuk ez egyáltalán nem megoldott, és azt láthatjuk, hogy hát valóban nem annyira vidám a kép, mint amilyen volt mondjuk fél évvel vagy egy évvel ezelőtt, vagy amilyen hát reményeink szerint lesz fél vagy egy év múlva, de még mindig vastagon pluszban vagyunk. De erről lehet indítani egy nagyon-nagyon izgalmas vitát, csak arra kérek mindenkit, hogy a tények mentén haladva próbáljuk összegezni a gondolatainkat, ahogy azt egyébként mi általában szoktuk is csinálni. És ezért is imádom annyira azokat a vitákat, amik ki szoktak alakulni a videók alatt, mert hogy azokból valódi, értelmes és hasznos következtetéseket lehet levonni. Köszönöm, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, jövök vissza egy másik adással. Sziasztok!